Megmondanád nekem, mit csinálsz? Mit rajzolsz? Szemüköt. Most a szemét rajzolod először? Mm. Igen. Szemét. Igen. Tetőt. És lesz óra is? Az ott van. Mm, meg ott van. Ez egy Mikulás fej? Mm. És hány Mikulás fejet fogsz csinálni? Egyet, kettőt? Kinek csinálod ezt? Ú, de ügyes vagy. Jaj, de ügyes vagy. Nagyon szépen sikerült. Ez az első, amit csinálsz? Vagy már van kész a másik is? Nem mondod tovább, nem árulod el? Mutassuk. Ez kész van, megmutatjuk. Várjál, hagy, csak megmutatom, de csak a kamera. Ja. Ja, száját. Még a száját akkor. Oh, egy nagy mosolygós Mikulás lett belőle. Szenzációs. Na most mutatjuk meg. Tessék, Gábor. Tessék, egy mosolygós Mikulás. Kedves nézőink, hát tulajdonképpen most is egy műhelymunkát készítünk, és a legizgalmasabb műhelymunka, amikor az embernek emberrel kell dolgozni. Különösen egy rászoruló emberrel kell dolgozni, különösen egy kiszolgáltatott emberrel kell dolgozni. Azt hiszem, attól nincs izgalmasabb és szebb és embert próbáló feladat. Nos, nagyjából az Egyenlő Esélyért Alapítványnak a Fagyöngy Gyógypedagógiai Központjában ezt találhatjuk meg. Nap mint nap meg kell küzdeni azokkal az emberekkel, akik egyébként egy első ránézésre teljesen felnőttnek néznek ki, akárcsak mi. Másik ránézésre meg egyáltalán nem csodálkozunk, amikor azt halljuk, és úgy köszöntik őket, vagy úgy hivatkoznak rájuk, hogy a gyerekek. Nos, ezek a gyerekek, akik rászorulnak a más társaik és felnőttek segítségére, ide járnak nap mint nap. És ennek az egyesületnek az elnöke Sum Ferenc. Feri, ugye nálad tulajdonképpen ez foglalkozási ártalom, hogy itt is ezzel az üggyel foglalkozol, hiszen te korábban az Éltes iskolának voltál az igazgatója, ahol talán ugye egy picivel jobb helyzetben lévő tényleg gyerekek járnak, ide meg már a felnőttek. Tehát egyenes út vezetett már onnan neked ide, vagy azzal párhuzamosan is már ez történt? Hát azzal párhuzamosan is már az egyesületbe tagként részt vettem. Ugye engem gyógypedagógus voltomból adódóan kerestek meg igazából akkor, akik akkoriban az egyesületet alapították, vezették, hiszen többüknek a gyermeke akkor még gyerekként a Éltesbe járt, és így napi kapcsolatban voltunk, és így alakult ez, hogy folyamatosan gondolkodtak azon, ahogy nőttek a gyerekek, hogy hogyan lehetne felnőtt korukban is segíteni nekik, milyen megoldások lehetnének, hiszen akkor még Nyírbátorban nem működött nappali ellátása a fogyatékosoknak. És ez tulajdonképpen akkor a szülők kezdeményezésre jött létre maga az egyesület is annak idején, igen. Tehát akik itt vannak gondozottak, nekik mindannyiuknak a szülei benne vannak ebben az egyesületben? A nagy többségük benne van maga egyesületi tagként is, a családok, az alapítók is természetesen, de sok olyan támogatónk van egyesületi tagként, aki az egyesületnek tagja, de igazából nincs közvetlen kötődése olyan szinten, hogy nincs családtagja, aki itt legyen. Ennek az egyesületnek úgy nagyjából az a feladata és célja, hogy az itt idejáró, idehordott gondozottakat életük végéig lehetőleg intézményes körülmények és jó körülmények között, nem tudom, felügyeljék? Hát igen, nekünk alapvetően az a célunk, hogy a nappali ellátást tudjuk biztosítani a családoknak, hiszen az, hogy a családok mint nap otthon legyenek ezekkel a gyerekekkel, az nagy megterhelést jelent a család számára, és így mi átvállaljuk a napi ilyen jellegű tevékenységet, tehát 8-tól délután 4-ig nyitva vagyunk, addig itt lehetnek a fiatalok, azok a
gyerekek, ha már te is így fogalmaztál. Hát itt ugye a gondozóktól mi azért is nevezzük őket gyerekeknek, hiszen gyerekkoruktól kezdve már az éltesben találkoztunk legtöbbjükkel, és gyerekkoruktól kezdve élnek, ismerjük őket, ők ismernek bennünket, tehát azért ez a fajta kapcsolat így megvan, és ezért is nevezzük őket gyerekeknek, hiszen legtöbben gyógypedagógusként, szociális gondozóként gyerekekkel foglalkoztak a korábbi időszakban. Előre a labdát, tolod össze a tenyereddel, és vissza mellkasra, nyújtod előre, vissza mellkasra, másik karra, fölnyújtózunk, belenézzük a tenyereddel, magasba, jó nagyokat körzünk, föl, belenézel a tenyeredbe. Jó. Ugye egy gyógytorna volt az előbb, most pedig nem tudom, mit csinálnak. Azt látom, hogy nem ezzelnek, vagy? Foglalkozás van, tehát igen, a hátsó, hátul a kolléganő a gyerekekkel a kéményhez készítik a téglákat, vágják. A másik csoport pedig kis térlapokat fog gyártani, amit megint haza fognak vinni a szülőknek megmutatni. Tehát ez tipikus ilyen kisiskolás, óvodás szint, ugye? Igen. Úgy igen. Nagyjából akik itt vannak úgy, ezen a szinten igen. is. Tehát amikor bejönnek ide, általában hány éves korúval kerülnek ide be a ez attól függ, 18 éves kortól bekerülnek, akik jönnek, tehát természetes, és van olyan gyerekünk, aki 52 éves, 53 éves, de és hát, ő is szépen ragaszkodik. De hát és már jó pár éve itt van gondozott. Igen, igen. És milyen változásokat lehet megfigyelni, akik, ahogy telnek az évek rajtuk? Van egyáltalán? Tehát van az akkori állapotból előrelépés? Lehet ilyen célokat kitűzni? Rövid távú célokat tűzünk ki, és azok, tehát mindig átlépjük a rövid távú célokat, és a végén fog kerekedni egy szép nagy cél, és igen, tehát lehet velük elérni. Akár a szabálykövetéstől, akár hogyha elmegyünk a városba vásárolni, vagy akár bemegyünk a cukrászdába, mert nagyon sok vidéki gyerekeink vannak, ahol éppen nincsen cukrászda. Itt a városi életben pedig meglátják a zsongásokat, vagy akár színházba elmenni. Színházlátogatásunk is volt, hajókirándulások, tehát amiben azért ott a családi körülmények között nem nagyon jutnának nem nagyon, el így van, így van. És ilyenkor nem esik át az ember kicsit a ló másik oldalára, hogy hát ugye, ha már most léptünk egyet előre vagy fel, akkor még többet akarunk, nem. Mert gondolom inkább az is lehet egy cél, hogy ők jól érezzék itt magukat, nem? Ez a legfontosabb. Tehát nekünk az a legfontosabb, hogy az idejáró gyerekek, gyerekeknek hívjuk őket, hogy jól érezzék magukat, hogy este délben vagy délután úgy mennek haza, hogy holnap reggel mit fogunk csinálni. Tehát ez a másnapi teendő, amit ebéd után megbeszélünk, hogy mit fogunk holnap esetleg csinálni a gyerekekkel. Most itt olyan nagy csend van. Itt mögöttünk. Persze jó, hát mi is megkértük, hogy egy picit alkabban adják az utasításokat, de azért most van nagy csinál. Mindig ilyen nyugalom van igen. egyébként? Igen. Tehát sose fordul elő valamiféle hirtelen helyzet, ami még ilyennel nem tapasztaltam? Vagy? Én mióta itt vagyok, nem fordult elő. És én azért régóta járok és ismerem a fagyöngy életét, akár a gyerekeket, akár a szülőket, de nem, tehát nem. Tehát ők ilyen nyugodtak. Példát lehetne róluk venni, mert a nyugalomtól, a csendességről, akár az étkezésről, vagy akár a mostani tevékenység, amit szépen csinálnak. És amikor beülnek egy színház előadásra, gondolom itt gyerekszínház előadásról van, szóval nem voltunk felnőtt előadásra. De gyerek színház előadásra is járnak velük? Oda nem voltunk még. És a felnőtt színház előadás az teljesen... Teljesen normális keretek között zajlik náluk, igen, igen. Tehát ugyanúgy így van, élvezik így van. Azért otthon beszélgetnek a szülők is a gyerekeikkel, akár itt is felvilágosítjuk, hogy azért csendesebben kell, de mondom, tehát ez nem jellemző a gyerekekre. Hogy tudnál mondani nekem, ami itt történik, az mondjuk, hogyha általános iskolát vennénk alapul,
Hány éves gyerekek szintjén történik? Hát az alsó. Alsó tagozat? Kezdő alsó tagozat? Így van, így van. Aki... Azért olvasni nagyon szépen olvasnak, mert felolvasások is vannak. Andika is gyönyörűen olvas, Zsoltika is, Csaba is. Csaba a móka mesterünk, tehát rengeteg vicceket mond Csaba. Gergő úgy szintén tájékozott, akár az internet világában. Ő ad segítséget a többi gyerekeknek is. A laptopnál, a táblagépnél. Gergőt megzavarjuk itt a munkában. Azt mondták nekem, hogy itt téglákat gyártasz nagy üzemben? Igen, igen. Mi lesz ebbennek a téglának a sorsa? Hát lesz belőle kémény, meg az a kandallóhoz ilyen minták. Mit szeretsz itt csinálni ebben az intézményben? Hát... segített másoknak is, például Lacikának szoktam legtöbbször. És miben szoktál segíteni? Tehát ilyen segítő fiú vagy, mert hallottam, a Zsolti is mondta, hogy megtanítottad számítógépezni? Igen, igen. Mert neked otthon van számítógéped? Van, igen, van. És miket szoktál a számítógéppel? Hát többnyire zenét hallgatok én is, meg... ha van kedvem, filmet nézek. Milyen filmeket szeretsz? Hát, vegyesen mindenfélét. Ja, mindent megnézel? Igen. És hallom, hogy jártatok már, kirándultatok, színházban is voltatok, hajón is voltatok? Igen, voltunk. És merre jártatok? Mi volt, ami legjobban tetszett neked? Hát nekem minden. Így nem tudok megnevezni egyet sem, csak így nekem minden. És itt bent, itt mit szeretsz a legjobban? Itt mi az, amit lehet itt csinálni? Hát barátokkal lenni. Igen? Igen. Hány barátod van? Lacika meg Zsolti, így ketten, meg a Noncsika. És miért pont őket szereted? Mert hogy őket ismerem suliból, meg hát persze. Ja, hogy egy iskolába jártatok. Így van. Gergő, van testvéred? Van. Kettő, egy lány testvérem, meg egy fiú testvérem van. És ők mit csinálnak? A fiú testvérem is szokott dolgozni Bátorban tűzoltóként, a nővérem meg otthon szokott többnyire fodrászként dolgozni. Segítenek neked otthon sokat, vagy te segítesz inkább nekik? Inkább én segítek többnyire. Aha. Te miben szoktál otthon segíteni? Hát nővéremnek, ha valamit akar venni, akkor én megveszem neki a boltban, tesómnak meg... amikor ő kér meg, akkor én meg segítek neki. Te egy nagyon rendes fiú vagy. Igen, az vagyok. Miből működik ez az egyesület? Hát, miből tartjátok fenn magát a Fagyöngy központot? Az egyesület az gyakorlatilag van egyfajta tagdíj. A tagjaink, 48 tagunk van, ők minden évben egyfajta tagdíjat fizetnek, ezen kívül támogatásokat nyújtanak. A korábbi években minden évben rendeztünk egy jótékonysági bált, ugye a Covid alatt ezt sajnos nem tudtuk, annak a bevétele szintén támogatást jelentett számunkra, illetve magának az egyesületnek, illetve a Fagyönynek a működését támogatja a Nyírbátorváros önkormányzata is. Több éve rendszeresen kapunk az önkormányzattól jelentős támogatást arra, hogy működhessünk, és maga a Fagyöngy működését, az állami támogatást is kapunk erre, hiszen a hivatalosan a nappali ellátásra jár állami támogatás, bár az nem olyan nagy, csak abból nem tudnánk működtetni az intézményt. Nagyobb cégek is felajánlanak, nekünk több ízben ajánlott fel. A Koloplasztól kaptunk nagyobb mértékű támogatást, az MSK-tól kaptunk. Igen. De ez úgy van, hogy ti keresitek meg ezeket a nagyobb cégeket, vagy a nagyobb cégek eleve, ezek a nyugati cégek egyébként is érzékenyek az ilyen sérült emberekre is, tehát hogy ők eleve felajánlják. A Koloplaszt az eleve keresett bennünket, valamilyen szinten én azt gondolom az önkormányzaton keresztül jutottak el hozzánk. Az MSK-ba volt egyfajta személyes kapcsolata a szülőknek, közvetlenül az alelnökünknek, Mitelli Jancsinak. Volt az MSK vezetésével egyfajta kapcsolata, és mikor létrehoztuk az egyesületet, akkor az MSK is beszállt ebbe, hogy ő minden évben segíteni fogja a munkánkat. Mit vállal fel maga a
ez a központ. Tehát, hogy mit kaphatnak itt a gondozottak, vagy ahogy mondjuk a gyerekek? Ugye mi becsöppentünk éppen egy gyógytorna órára, vagy foglalkozásra. A nap 24 órájából azt a 8-at, amit itt töltenek, igyekszünk tartalmasan eltölteni számukra, tehát mindig vannak kézműves foglalkozások, hogy lekössük őket, nyilván szórakoztató jellegű foglalkozások is, de jár a gyógymesszőr is heti egy alkalommal az intézménybe, a gyógytornász is jár heti egy alkalommal, ezt éppen láttátok is a foglalkozást, tehát igyekszünk a rehabilitációs foglalkozásokat is olyan szinten megszervezni. Emellett ugye van gyógypedagógiai támogatás, és mindenkinek, akinek szüksége van rá, megoldjuk azt, hogy elvisszük orvoshoz, ügyeket intézünk, amit hivatalos ügyeket el lehet intézni számukra, illetve hát a szórakozást is tudjuk biztosítani, hiszen különböző játékok vannak, illetve a városi rendezvényekre elmegyünk. Tehát egy ilyen mindennapi életet szeretnénk tartalmasan eltöltetni itt a fiatalokkal. Összekulcsolva valad is nyújtózol vissza föl magasba. Tarkóra. Nyújtózunk föl. Tarkóra. Behúzunk. Nyújtjuk föl, belenézünk a tenyerünkbe, Andika. Úgy bizony. Mellkasra húzod. Előre kinyújtod a kezedet, és lehajtjuk a fejünket. Nem lehet egy egyszerű az embernek azt magában elfogadtatni, hogy ide jön dolgozni, és akkor gyakorlatilag felnőtt korú emberekkel kell majd dolgozni, és de úgy kell velük bánni, mintha gyerekek lennének adott esetben. És, hát és a reakciók is ugyanolyanok lehetnek, mert egy 50 éves ember úgy reagál, mint egy 5-6 éves. És jobban észreveszik, mint a felnőtt emberek. Tehát ők jobban észrevesznek mindent rajtunk, szép a felsőt, szép a hajad, hogy érzed magad, mit fogol hazamezni, mit fogol csinálni. És akkor szépen leülünk, és akkor megbeszéljük, hogy délután mit fogok én csinálni, vagy mit fog ő csinálni. Tehát pont ugyanolyan érdeklődök, mint a kicsi. Így van, így van. Ez azt is jelenti, hogy itt nem is nagyon cserélődnek a munkatársak? Nem. Tehát ez stabil? Igen. És kiből lesz jó gondozó itt? Aki, tehát ki tud ilyet választani? Majd gondolom, hát ön például honnan jött? Milyen körből? Mit csinált előtte? Én előtte gyermekvédelemnél dolgoztam, és úgy kerültem ide. Az elnökkel ezt megbeszéltük, és ő szívesen fogadott és látott ebbe az intézetbe, holott nekem a testvérem is ide jár. Tehát nekem nem idegen a sérült gyerek. Hogy önnek itt van, most is itt van? Ön testvére? Igen. Tehát akkor, hát ön akkor tulajdonképpen egy abszolút ismert környezetbe jött van. Tehát évek óta kapcsolatban vagyok a gyerekekkel, a felnőttekkel, kirándulásokra elkísértem az öcsémet, mert tehát őket nem lehet csak úgy felültetni a buszra két emberre, két kísérővel, azért ide több kell. Segítőink vannak, tehát ilyenkor, meg olyan esetben, akkor nekik a segítségét szoktuk kérni. És a szülőkkel milyen a kapcsolat? Nagyon jó. Meg gondolom, a szülők tulajdonképpen a legnagyobb hálát a szülőktől kapják így a gyerekek van, után, mert hát egy óriási terhet vesznek le a vállukról. Tehát az a pár óra hossz, amíg itt tartózkodnak a gyerekek, azért a szülő is el tud menni akár orvosi rendelőbe, orvoshoz gyógyszert kiváltani. Behozzák reggel a gyerekeket, átvesszük, megkérdezzük, hogy minden rendben volt-e, tegnap délután nem volt semmi gond. Szeret ide járni? Igen. Miért? Mi történik itt? A számítógépezünk. Aha, tehát az a kedvenc a számítógép. És azon micsoda? Meg a kocsikat is nézem. Kocsikat. Milyen kocsikat? Igen. Az a kedvenc márka? A Mercedes. Hát akkor ízlés az van, úgy látom, bőven. És kocsiban gyakran is ül? Hát majdnem minden nap. Igen? De BMW-ben vagy Mercedesben? Még Mercedesben még nem ültem. Nem? És milyen élmény volt a BMW? Az nagyon jó. Igen. És a számítógépen mi az, ami a leggyakrabban előkerül? Hát vagy a zenék. Igen? Igen. Milyen zene? Hát én diszkó. A diszkó zene, aha. És tánc is van időnként? Nem. Nem, csak a hallgatni.
Zsénekelni, vagy semmi? Hangszer sincs, semmi? Nem. És onnan jött ez a számítógépezés? Otthon is van? Nincs. Ja, csak itt van? Igen. És akkor ki tanította meg számítógépezni? Jége. A városba mennyire integrálódott be ez az intézmény? Tehát ismerik, tudják a városban, én hogy itt gondolom, van, és hogy egyre többen. Én azt gondolom, hogy egyre többen ismerik, nagy többség elfogadja magát az intézményt is, illetve hát azokat a fiatalokat, amikor megjelenünk egy-egy rendezvényen a városban. Szívesen látják, én úgy érzem, tehát nem érzek ilyenfajta negatív megkülönböztetést. Információid szerint itt van mindenki, akinek itt a helye a városból, vagy csak egy töredéke? Sajnos én azt gondolom, hogy nincs itt mindenki, hiszen maga a támogatási rendszere olyan a szociális szférának, hogyha itt van napi 8 órát, akkor a szülő kevesebb, vagy nem kap olyan fajta jellegű támogatást, hiszen akkor ide adja az állam azt a szociális támogatást, ami van, ezért a szülőnek kevesebb jár, és itt az étkezés, ha étkezést adunk, tehát ezek egy kicsit bonyolítják ezt a helyzetet, és van olyan szülő, aki ezt inkább úgy gondolja, hogy legyen otthon a gyerek, sajnos. Sokan lehetnek ilyenek szerint? Hát én azt gondolom, hogy többen vannak, több gyerek vagy fiatal lehetne itt a ellátásban, de mit igazi ellátásunk olyan szempontból csak azokra van, akikkel valamilyen szinten még a éltesből kikerülve lehettek. Tehát lehetne akár kétszeres ekkora a létszám, ugye? Kétszer akkora, mint körülbelül most. Körülbelül lehetne, igen. Mit veszítenek azok, akik nem iratják vagy hozzák ide a gyereküket? Én azt gondolom, hogy egyrészt a társadalmi kommunikációt, a közösséggel való kommunikációt, hiszen ezeknek a fiataloknak is szükségek van arra, hogy egymással találkozzanak, beszélgessenek, ezt mindenképpen. Azon túl azokat a foglalkozásokat, amit itt a kollégáink vezetnek, hiszen a gyógytorna, a gyógymasszás, azok számára nem nagyon elérhetőek, akik otthon a családban csak otthon ülnek, tévét néznek. Nézzük, hogyha jól látom, ugye itt most ez a Mikulásgyár? Így van, ez a Mikulásgyár. Most készülünk a Mikulásra, igaz? Ez a brigád vállalta, ahogy a Mikulás fejeket készíti, vagy a Mikulásokat készíti, a másik brigád pedig az építőbrigád lesz, akik a téglákat? Így van. És hogy sikerült a csoportot szétválogatni? Miért pont ők csinálják ezt, vagy ez felváltva megy? Hát ők ezt szerették volna csinálni, a fiúk pedig, és Noncsika pedig a téglákat. Ja, tehát akkor ők választhatják. Nem erőltetünk rájuk semmit. Uh-huh. Azt csinálják, amit szeretnének. És ugye általában ők itt a képzőművész hajlamú csoport? Tehát ők összetek inkább rajzolni? Vágni? Hát mikor mit? Mihez van kedvük? Van, amikor ehhez sincs. Azt mondják, hogy most ezt nem csináljuk, akkor találunk mást. Ha azt mondják, azt se csináljuk, akkor rájuk bízzuk. Ja, hogy ez teljesen úgy működik, hogy mihez, amihez van kedvük, akkor... és mondjuk a köztük lévő gondozónak is mindig van kedve azokhoz? Hát nem mindig. De azért igen, megpróbáljuk úgy csinálni, hogy szeressenek itt lenni. És ez minden nap megy? Az otthoni gondok, adott esetben az otthoni gondok az ellenére is? Az otthoni gondokat nem hozzuk a munkahelyre. Nem? Nem. Tehát létezik, hogy néha ez a kikapcsolódás? Hát, igen. Igen. Lehet mindig jókedvűnek lenni? Nem. Milyen volt az első, második, harmadik nap, vagy hét? Hát nehéz volt. Nem az első két-három nap, hanem inkább az első két-három hónap. Inkább így mondanám. És azóta, hogy megy? Igen. Hát már 12 éve vagyok itt velük. Mit szokott itt csinálni? Hát az, amit most meg... Hát szoktunk elég sok mindent. Például? Mi az, amit szeret? Hát mikor vannak ezek az ünnepek, akkor amikor azokra készülünk, az jó.
ilyenekre gondolok, hogy most hülye a munkulásunk utána, a karácsony utána, meg majd a új év megfarsunk. Ja, itt vagyunk, ugye már mindenki ismer mindenkit, senki se idegen. Tehát jó egész nap itt ismerősök, barátok között lenni. Persze. És jobb oldalt letesszük a talajra. De így fog meg újra. Jó, újra. És te fölveszed. Fönt átvesszük magasra. Úgy, te másik kezünkbe. De kicsit gyorsabban. És te engeded a visszamellkas. Lassabban. Jó, és megfogjuk csak a jobb kezünket. Akik itt vannak, ők önálló életre soha nem lesznek alkalmasak, ugye? Részben segítség kell, de 80%-a nem. Tehát gyakorlatilag, hogyha 20 év múlva ide jönnék, lehet, hogy jelentős összük itt lesz még 20 év múlva. Igen. Majd, hogy igen. És tehát mivel, hogy ők is már korosabbak, így a szülők is, tehát már benne vannak a korba, és bizony, hogy nagy segítség a számukra is. Megtartod a két kezedben föl. Most még egy utolsó, na? Előre leengeded az öletbe. Úgy. És őket teszed az öletbe. Oké.